Négy év alatt 63 millió forint állami támogatást kapott az R. Simon László többségi tulajdonában álló mezőgazdasági Kft., tudta meg a Blick. A miniszterelnökség államtitkárságának cége, a Simon és Simon Kft. 2009-ben még csak 2,8 millió forint támogatást vehetett fel. 2010-ben, amikor R. Simon László képviselői mandátumot szerzett, a támogatás 6 millió forintra, 2011-ben pedig már 21 millió forintra nőtt. 2012-ben 16, egy évvel később már 18 milliót kapott. Az idén 5 millió forintot nyert csak képvásárlásra. R. Simon László titkársága szerint a politikus képviselővé választása és a támogatás mértéke között semmilyen összefüggés nincs. Győzelemre és nem háborúra készül az MSZP, ezt mondta Tóbiás József a párt mai értekezletén. A pártelnök bocsánatot kért azokért a hibákért, melyeket kormányzásuk alatt követtek el, de felvázolta a terveiket is, mellyel, ahogy mondta, a jelenlegi totális állam ellen küzdhetnek. Mosolyogva, jókedvűen érkeztek a vendégek a párt 25. születésnapjára és az értekezletre. Zsúfolásig telt az előtér, csak az adományos pult előtt nem volt tülekedés. Bár az idei három választási vereség okait jöttek elemezni a vállalkozási főiskola épületébe, a hírre, hogy a Fidesz népszerűsége nagyot esett, egyre többen vélték úgy, talán nem az adományok jelentik csupán az MSZP jövőjét. Az MSZP mint brand, erős. Még úgy is, hogy nem három, hanem hét választást veszítettek el 2006 óta. Ezt is hangsúlyozta a választmányi elnök. A pártelnök pedig még tovább ment a múlt idézésben. Őszintén megkövetem mindazokat, akiket a múltban megbántottunk azzal, hogy volt idő, amikor nem képviselte pártunk a baloldali értékeket megfelelő következetességgel, amikor a hazugságot igazságá akartuk maszkírozni, amikor kormányzás helyett a miniszterelnöki castingba fogtunk. Korrupciós ügyek is voltak a kormányzásuk alatt, ám Botka szerint azok meg sem közelítették a mai ügyeket. Nagy a különbség! Az Orbán rezsimben ugyanis kormányzati korrupció van. A rendszer lényege. A közjó ellenében üzleti és magánérdekeket képviselnek. Attól, hogy törvényt hoznak a föld, a trafik, a takarékszövetkezetek haveroknak való átjátszására, az adótörvények, kedvezmények személyre szabására, attól, hogy erről törvény van, hogy ez szabad, attól ez még lopás. Szegénység és elszigeteltség ezt hozta a Fidesz kormányzása a pártelnök szerint. Hogy ezen változtassanak és a kormányt leváltsák, azt mondta, az MSZP-nek is meg kell változnia. Közösséget akarnak építeni és szakmai munkacsoportokat létrehozni, hogy láthassák, hogyan és hol kell küzdeni a szegénység és kirekesztettség ellen. Tóbiás utalt a választás előtti napról napra változó szövetséges keresésre is, mely végül egyik baloldali pártnak sem hozott átütő sikert. 2017-ben nem történhet meg az, amit már oly sokszor megéltünk. Titokban, füstös szobákban egymásnak üzengetve akarjuk eldönteni Magyarország sorsát. Magyarország sorsa többet érdemel. A magyar baloldal többet érdemel annál, mint hogy üzengessenek neki. Befejeztük a nyilvános üzengetést. Ez ugyanis soha nem lehet az ország érdeke, és soha nem is volt a baloldal érdekesen. Ezért transzparens, legitim előválasztási rendszerben fogjuk eldönteni, hogy ki legyen a miniszterelnök jelöltünk. Az MSZP elnöke szerint a legfontosabb cél a kettéhasadt társadalom egyesítése.